Köszönjük a kedves tévénézőket, elérkeztünk az SBR VTCC 2015-ös bajnoki kiírás utolsó fordulójához. A helyszín ezúttal Monza, 2x10 kör várja majd a versenyzőket. Operatőr kollégánk ismételten Bencsik Imre, én Fáj András vagyok, és a kommentátortársam pedig Nagy Tamás. Szia Tamás, üdvözöllek téged is! Üdvözlöm a kedves tévénézőket, én is üdvözöllek, drága kollégám. Hát igen, el se hittem, hogy így hamar eljön, de itt vagyunk a szezonzáron. Elég érdekes csata van azért kialakulóba itt, még a VB első három helyezésért, még semmi sincs lefutva, ugye. Ezt láthatjuk a pontállásból is, amit már is elmondok nektek gyorsba, csak így gyorsan az elejét. A weboldal picit most nekem nem akar nagyon, meg is van. Szóval Tóth Dani az első 791 ponttal, Laci Gabi a második 739 ponttal, itt van még nagy csata. És mindketten fönt vannak, de egyenlőre úgy néz ki, hogy a tesztek alapján Tóth Dani van előrébb. Nagy csata van még a harmadik helyért, Vida Márk és Molnár is közt. Vida Márknak 614 pontja van, Molnár Atisnak pedig 577 pontja van, itt már egy nagyobb szakadék jön Tenke Tamás 462-vel, tehát Molnár még utolérheti Vidát, de egyelőre itt úgy néz ki, hogy Molnár Attilának nem tudom, hogy milyen lett a tesztje. Hát és ugye annyira nincs nagy csata, de nagy csata van még a bajnok, a csapat bajnokságban is. Race Dream Team vezet 1294 ponttal, Pampi Racing 1079, GMT Racing 748-al, és a Race Dream Team Junior 706-tal, tehát a harmadik helyet még versenyben van, a DKS Racing Team is 692 ponttal. Úgyhogy ezért még igazából elég sok mindennek el kell ma dőlnie. Úgyhogy izgalmas futamunk lesz, és már el is kezdődött az időmérő. Esetleg kollégám, ki van kint elsőként? Kis pillanat, türelmet, azt nézem, csak közben pár dolgot segíteni kell a pilótáknak. Tóth Dani van kint egyébként, ha jól látom elsőnek, úgyhogy picit foglalkozz vele. Addig én segítek itt a srácoknak. Hanyadik? Ó, látom a második helyen, de vannak előtte méghozzá elég sokan. Minden igaz, akkor Csordás lesz az első a hetedik helyen. Úgyhogy inkább kapcsoljunk rá. Igen, csak mögötte jönnek Tóthék. Úgyhogy nézzük, Csordás hogy kezdi a Q1-et ezzel a szép Honda Accorda. És el is kezdte. Egyelőre nézem. Végsebessége egész jónak tűnik. És még van benne, nem korlátozott le a motor. Télárnyékban még tudja majd húzatni magát. Elég jól összerakta ezt a áttételet. Volt egy kis elfékezés azért ott az első sikánnál, érzésem szerint, abba ott benne hagyott. Nézzük. Ez már egy fokkal jobb volt, de talán még itt is maradt egy kevés. A
Egyébként, annyit elmondanék, hogy Q1-Q3-ban, hát a függetlenül, hogy 14-en vannak jelen a pilóták, 15 perces most a Q1, ugye nem úgy, mint a megszokott 10 és 5 perc, amikor kevesen vannak. Ugye már csak a legjobb 5 megy majd tovább. Hoppá, ezt nem is tudtam. Akkor ezt jó tudni. Most egy picit a, ugye a kerékvető megdobta, a fekvőrendőr megdobta a csordást, de sikerült ott tartani az autót. 2 perc körüli időt várok, 2 perc elejét, ha jól tudom, senki nem tudott bemenni 2 perc alá a tesztem, vagy rosszul tudom? Hotlapon, ahogy látom, nincsen 2 perc alatti, 2.002 volt Nagy Imrének a leggyorsabb köre. Igen, igen, akkor jól láttam. Hát akkor nézzük, hogy csordás milyen időt fog menni. Szerintem ez 2.01 lesz már, sőt, 2.026. Laci Gabi 2.021. Hoppá, Nemes 2.020. Eddig ez a legjobb időnk. És akkor nézzük, Tóth jött egy 2.01.245-öt, ő ezzel az első. Kapcsoljunk is el, hát jön egy, még egy gyors kör. Picit agresszíven ott átdobta. Egyenlőre jó. Az első szektorban egy tizeddel rosszabb magánál Dani. Nagyon agresszívan támadja azért most a kerékvetőket. Még jó, hogy ilyen nehéz, különben már rég elrepült volna. Ott a sikennel. Közben a második szektorban már egy tizeddel jobb magánál, sőt pontosan 111 ezreddel. Nagy Imre is jó körön volt, de a végén eldobta. Úgyhogy most kezdheti újra. Középső szektorban csak 70 ezredre volt lemaradva. Emiába ő a hotlaps vezető. Esetleg nézzük meg a belső kamerát Tóth Danival, nézzük mekkora a tempója ennek a bőmesnek. 237 ezreddel közben jobb magánál 201.007. 240 megvan, és 245.678. 248 a végsebessége a bőmösnek szélárnyék nélkül. Azért ez elég szép teljesítmény, nem tudom mit szólsz hozzá, drága kollégám. Igen, azt tudjuk, hogy a BMW azért gyors, de hogy ennyire. Ez a 250 km per óra az elég nagy sebességben. Remélhetőleg ki lehet sajtolni ezt az első kerekesekből is. Aki jól be tudja állítani a váltót, illetve hát, ha elkapja a kigyorsítást, akkor jól rá tud fordulni a cél egyenes, ott is ki lehet húzatni ilyen 245-248 közötti sebességet. Ami már elegendő ahhoz, hogy a BMW-t azért követni tudjuk, bár még szélárnyékot is kap egy ilyen BMW, akkor köztudott, hogy elég nehéz megfogni. Ezt a pilóták is tudják egyébként, hogy ez abszolút BMW pálya. Itt Laci Gabi abba bízhat, hogy Tóth Dani a második futamon valamibe belekeveredik, nem tud majd előre jönni, vagy éppenséggel elrontja a rajtot, ami eddig ilyen nem volt, de hát bármi lehet. Ha nagyon nem lesz más, akkor nem tudom, lehet, hogy ez már így le van futva ez a dolog. Közben Dani megint jobb magánál a középső szektorban, még egy tizedet hozott magához képest. Ugye itt most a bajnoki címért meccselnek, hát nem tudom, mi lesz belőle.
Molnár Attila és Vida Márka pedig itt bajnok harmadik helyén. Igen, ők a dobogóért. Hátrébb is vannak ugye csaták, de ezek ugye a két legnagyobb, itt a díjazás szempontjából. Plusz ugye még egy csapatbajnoki cím sincs eldöntve, meg ott a harmadik hely is még kérdéses. A harmadik helyért három csapat van versenyben. Közben Dani most a az utolsó szektorba bukott magához 2/10. Szóval a hátsó szektorba. Szóval a harmadik helyért ugye most három csapat van versenyben, az első helyért pedig kettő, bár az nagyjából már lefutott. Főleg, hogyha Tóth Dani ugye Race Dream Team pilótája behúzza legalább az egyik első helyet, akkor ott már a csapatbajnokság is megvan az első futam után, sőt, igazából ha Tóth Dani olyan messze, Tóth Danitól messze kerül ugye Gabi, akkor még a első futam után is eldőlhet a bajnoki cím sorsa. Hoppá, kapcsoljunk csak, de 10. helyen. Lefékezett Gál, valószínűleg levágta a körét, de nagyon gyors volt. Mindjárt visszanézem. Akkor addig kollégám, ha tudsz egy picit, akkor beszélj. Persze, helyettem. Én meg keresgélek. Mert akkor én visszanézem Gál körét, mert nagyon látványosan lefékezett. Mire kivontam volna, hogy Coldhands Danira kapcsoljunk, addigra keresztbe rakta a BMW-t, úgyhogy most próbálok keresni valakit, aki érdemleges. Mohr Attila 14. helyen. Kapcsoljunk rá, most fogja majd befejezni a körét. Nem értem Gált, hogy miért vette el a gyors körének a végét, ugyanis hibátlanul végigment. Hát lehet, hogy elkoptak a gumik, vagy csak tesztelt valamit, ki tudja. De nézzük, Molnár Attila 2:01.547, ebből a negyedik, és ugye a top 5 megy tovább. Szóval azért nem értem, drága kollégám, mert egyenlőre úgy néz ki, hogy a 9. és a top 5 megy tovább, és nem fog már ki. Nem jöhet már ki a bogózók. Én Kuti Holtát Csabát hiányolom. Kuti Holtát Csaba hol van? Kuti Holtát Csaba itt volt, fönn tesztelt. Rendben volt a limit, rendben volt a feliratkozás. És most nincs itt. Ami nem ez tudom, azért fura. Történhetett. Nézzünk valakit az élmenők közül, hát ha esetleg valaki kint van. László Gábor, 6. hely. 5/10 kap egyelőre Tóth Danitól az első szektorba. A BMW-t annyira nem viseli meg, hogy teljesen meg van súlyozva. Ezen a Peugeot sokkal inkább kijön az, hogy maximum súlyon közlekedik. Majd szerintem Gálnak ki fog nézni valami utólagos időbüntetés, vagy nem tudom mondja ez, mert megszegte a flow formulát. Ajaj, László Gábor 1,2 másodpercet kap, az már azért sok. Ebben így nagyon előrébb jutni, és ugye mivel nincs több időmérő szakasz, már csak a Q3, könnyen lehet, hogy ki fog potyogni, bár még van egy körre elegendő ideje. Közben Tóth Dani 2:00.09-tel megfutotta eddig a legjobb időt itt a időmérő edzés alatt. Na nézzük, Laci Gabinak mire lesz elég. 6. 2:00.24 marad ott. Na nézzük, följebb tud-e mászni.
közben addig nézünk más valakit, hát ha valahol valami... Gál Dávidot, a 9. helyen, bár ugye flop formula megszegése miatt nem tudom milyen büntetést fog kapni esetleg. Hát mi itt ugye általában időbüntetés, amit ki lehet így már a futam végén igen, majd igen. esetleg szabni rá, én is vissza fogja nézni a BT. Egyelőre jó köröm van viszont. 2.47-et ment a Citroennel a célegyenes végére. Ezt, amit mondtam, ha jól be van állítva és jól elkapják, akkor lehet ezekkel is menni azért. Az első köre végén, mikor bejött, 6 tizeddel volt gyorsabb, mint Tóth. 7 tizedet ad eddig Tóth Daninak a középsőbe. Ez viszont egy jó kör lehet, hogy a végén behozhatja ezt a Citroent. Az első körébe is ezt csinálta, aztán valamiért lefékezett, félreárt és bement a boxba. Fél Tóth Danitól lehet, igen, közben operatőr kollégánk mond egy-két dolgot. Egy lehet, vagy hát nem tudom, vagy nem akar túl, hát én nem tudom miért lassít le valaki, ha jobb. Most nem lassít le, meg nem egy boxba, úgyhogy be is fejezi a kört. Nézzük. Na, de ne gurulj. Ugyanezt csinálta az előbb is. Ugyanezt. Itt lefékezett, félreállt és kilépett. Érdekes ilyet még így nem nagyon láttam. Valaki ilyet csinálna időm, nem is értem a lényegét. Elmondom neked, az előző körébe pont ugyanezt csináltam. Amit láttam. Konkrétan ugyanez az idő lett volna, mint most, ha a végét nem veszi el. Na nézzük, 6. hely László Gábor milyen körre zár. Nincs meg. Még mindig nincs meg, ki fog esni. 5. helyen Bánóczi bent van a Seattal. Elképesztő. Vidát is kiüti, aki a 7. helyen körözget. De Vida most jön mögötte és gyors körön van és csak 9 tized a igen, lemaradása. Igen, nézzük Vidát, 7. helyen megvan-e neki esetleg. Nagyon szoros lesz, 7. Nem. Marad. Javított, de nincs meg. Molnár a 4. helyen ott van, Nemes is bent van. Hát nem tudom, 9. helyen Gál, lejárt az időmérő, ez most már így marad. Hát igazából Gállal kéne beszélni, vagy nem tudom. Vagy ez így mi volt tőle? Mert ezt még mindig nem értem. 12. Székely Krisztián és 13. utolsó helyen Gódor Roland kör nélkül, Gálnak pedig ennyi, kiesett, lehet nem akart bejutni a Q2-be. Lehet, hogy nem akarta kiverni a csapattársát. Ez mondjuk egy taktikai dolog lehet, ugyanis Molnár Attila ugye a Vidával megy a dobogóért, és könnyen lehet, hogy nem szerette volna, hogy véletlen kiessen miatt a Molnár Attila, ezért nem fejezte be a mért körét. Benne lett volna, amúgy eléggé. Hát ezt ugye nem lehetett tudni, úgyhogy... Molnár a negyedik, tehát ha befut, akkor lehetett volna benne valami. Inogott ott azért az a dolog, úgyhogy könnyen lehet, hogy ez volt benne. Nyilván ezt nem tudhatjuk, de én szerintem biztos, hogy ez. Tehát én erre tippelek. Valószínűsítem, hogy ez volt az oka, amiért lelassított. Hogy itt a csapat taktika volt. Olyan a Super Bowl. Méghozzá Tóth Dani, Nagy Imre, Nemes Zsolt, Molnár Attila és Bánóczi László az idei év újoncunk. Sőt, nem az idei év, a szezon közbeni újoncunk, ugye nem az egyetlen, mert Juhász Péter is ott van a 8. helyen. Igen, viszont Bánóczi egész jól megy. Ezt által, na de itt egyetlen egy karika van, ki lesz a pól? Gálnak lett volna esélye, ő ugye hát valószínűleg a csapat miatt nem játszotta be magát oda. Vagy hát nem tudom, én tényleg csak erre tippelek, kár ezen most már itt túl. Második helyen Nagy Imre fogja valószínűleg megkezdeni, vagy egy gyorskört, vagy Nemes. Kuti Orváth Csabáról nem tudunk semmit, hogy ő merre lehet. Próbálom közben itt levadászni, hogy hát ha valaki valamit tud róla.
Én is próbálok vadászni rá, de nem találok semmit. Addig megnézem, ki van esetleg kint körön, ki kezdi. Tódani még csak most hajt ki Nagy Imre második Nagy vagy helyen. Nemes fogja megkezdeni, ez még nem biztos, ugye ez a felvezető körtől függ. Hoppá, jött egy pilótánk, ha jól láttam. Tenke most jött vissza. Kuti Orrát csak 5 helyes bütit kapott, ugye. Elképzelhető, hogy csak a futamra csatlakozik fel. Mindegy alapon, és onnan próbálja meg. Nem láttam nagyon okát, hogy miért lépett volna le a szerverről. Tényleg nem tudom, hogy ki fogja megkezdeni, Nagy vagy Nemes, hogy döntsük el, hogy ki kit néz. Én nézem Nagyot. Közben tudom, hogy Kuti Horváth Csabával mi a helyzet. Sajnos Kuti Horváth Csabának el kellett mennie családi okok miatt. Elképzelhető, hogy futamra betoppan. Hát eddig a DK-s részünknek nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan kellene. Úgy néz ki, hogy Nagy Imre fogja megkezdeni, ugyanis Nemes visszalassított. Úgyhogy akkor nézzük a második helyen Nagy Imrét. Hát én nálam a TV-sztály nem szeretne mutatni semmit köridőbe. Te egyelőre nekem mutatja. Te nekem viszont csak köridőt mutat. Nálam megzavarodott teljesen. Nekem is most teljesen meg van zavarodva. De viszont szektoridőt nem mutatott, úgyhogy csak a végén fogok tudni köridőt mondani, de eddig jól néz ki ez a kör, nem láttam benne nagyobb hibát. Talán most, mintha túlságosan lecsúszott volna. Hoppá! Nekem eltűnt az internetem, vagy nem tudom, én eltűntem a szerverről, úgyhogy... Interneted még van, mert hallunk. Csak a szerver nem szeret. Megpróbálok visszamászni gyorsan. Van másfél perc. Eddig én folytatom. Nagy Imre egyenlőre szépen csinálja. Időközben visszatértem én is az élők körébe. Megpróbálom követni az információkat. Közben Nagy Imre 2:00.09.09. Gyönyörű köridő. Tóth Dani viszont jobb nála. Tóth Dani jobb nála 2 tizeddel. A harmadik helyen van. Közben én azért megnézem Nemes befutóját. Ez nem lesz meg, ezzel csak a második. Figyelem Molnár Attilát közben, hogy ő vele a boxban van. Kilépett, valami történt vele szerintem a felvezető körén, vagy nem tudom. Na, de akkor... neki Tóth Dani meg lesz a pol, és... nincs meg a pol, csak a második, az utolsó szektorban 4 tizedet kapott Nagy Tóth. Gyönyörű. Bár az a baj, hogy amilyen erős a BMW és amilyen hosszú itt a célegyenes, simán lerajtolja a Hondát. Nagynak viszont élet eredménye lehet Nagy Imrének, hogyha torosan tudja követni végig Tótot, esetleg meg is előzi. És Bánóczi szerintem élete legjobb
kvalifikációs eredményét produkálta itt nálunk, a negyedik helyet. Szólj, ha esetleg tévedek. Szerintem is, még nem láttam ennél előrébb a Nucit. Én még Super Bowl-ba se láttam. Most jön ugye egy 5 perces bemelegítő edzés. Utána pedig jön majd a 2x10 körös verseny. Közben Székely Krisztián mérgelődik, mert gyors körön volt, és így nem tudta befejezni a Q1-es körét sajnos. Közben addig elmondanám, hogy még lehet jelentkezni a jövő héten induló, tehát jövő hét vasárnap induló rész 07-es WTCC Summer Cup-ra. Eddig 29 nevező van, így szépen gyűlnek a srácok, de még tovább is lehet jelentkezni, aki szeretne, kedvet kapna hozzá. Rész 07 gyári módokkal, gyári pályákkal, tehát kiegészítő nem szükséges, illetve még a rész injection-t is elfogadja a szerver. Aki esetleg kedvet kapna, jelentkezzen bátran. WTCC 0607, ezek közül az autók közül bármelyikkel lehet jönni. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Természetesen azt is élő adásba lehet majd nézni jövő hét vasárnaptól. Egyelőre örülök, mert nagyon sokan vagyunk, nagyon sok a jelentkező a Summer Cup-unkra. Ha még 12 ember nevez, akkor komolyan el kell gondolkodnunk, hogy oldjuk meg a dolgokat. És egyelőre, ahogy hallottam a dolgokat, lehet, hogy benne lesz. Lászlónak valami problémája lett. Csordás Lászlónak elment a kormánya, egy persze lépett ki, de már vissza is lépett. A hanyadik helyen lehetett, azt viszont nem figyeltem. Nem volt benne a top 5-be, azt tudom. Nekem Vida Márknak még ez az eredmény is jó. Molnár Attila előtt végez, akkor meg lehet. Hát, ha közvetlenül mögötte, akkor is ugye, mert ő vezeti azért. Itt, ha valami nem történik Vidával, akkor meg lehet neki a dobogó. Viszont, ha GMT Racing most ugye két pilótája is jelen van, a Race Dream Team Junior-tól pedig csak videó, így valószínűleg elúszott a top 3-ra való esély. A csapatbajnokságnál, hát DK-snek igen nem lesz meg. Talán a Kuti Orváth Csaba befut tényleg versenyre, akkor bár mondjuk ez már így elúszni látszik a Race Dream Team Juniornak is. Bár Vida azért még hozhatja. Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd a futam. Egyéniben pedig ott igazi nagy csata lesz. 5., 6., 7. helyeken is, bár inkább Csordás, Nemes, aki így meccselget. Hange is a hiányzók között. Kuti Orváth Csaba pedig beléphetett volna
egyen följebb, hogyha esetleg itt van is Stafinskit meg tudta volna előzni. Közben megkaptuk az információt, hogy Csordás a 11. volt. Lassan kezdődik a futam. Nekem a tévésztájlom megint hülyül. Közben Tóth már rajtgyakorlatot végez. Közben nagy trükkös írt a cseten. Mi ez a halszag? Jól le van barnulva a hangom. Lehet, hogy az is ég egy kicsit a napon. Tikasztó hőség volt, az biztos. Hát, és ugye lent voltam nála két napot, hogy leellenőrizzem, hogy tényleg fog-e halat, vagy csak ugyanarról posztolgatja a képeket. Hát két nap alatt nem láttam halat fogni. El kell gondolkodni, hogy mit láttunk. Na, akkor kérem szépen, kezdődik a verseny. Igen. Hoppá, nem jó rajta, lehet, ahogy látom. Nagy Imre, Nemes, Bánóci... Nem, teljesen elment a rajtrács. Úgyhogy újra kell indítani sajnos. És írni kell a rajtrácsot. Mondom, Nagy. Azt tudtam, hogy a Nagy Imre az első. Tóth a második. Nemes volt a harmadik. De ahogy írod, mondom. Nem, és harmadik, negyedik volt Bánóci. Molnár volt az ötödik. Hatodik hely. Hatodik, ha minden igaz, Laci Gabi, hetedik Vida. Nyolcadik, Juhász Péter. Kilencedik volt Gál, ha jól emlékszem. Igen, ő is írta. Tizedik volt Kothenc Dani. 11. Csordás. Csordás, igen. 12. Vivalász. 13. Godor. És 14. Kuti. Aki ideért. Megjött Kuti, Horváth Csaba. És közben Gál írta, hogy Atis volt a negyedik, de ez nem igaz, mert Atis ki se jött a Super Bowl-ba. Így van, úgyhogy... Úgyhogy Gálnak most téves volt az információja. Elméletileg akkor... be van állítva, és akkor újra nekifutunk a versenynek. Közös erővel. És egyenlőre úgy néz ki, hogy igen, most jó a raj... nem jó a rajtrács. Mert 11. helyre bedobta kollég operatőr társunkat. Ilyen kisebb probléma. Hát ez most már így fog maradni.
igazából elfoglalják a rajtkockájukat, és... Tóth Dani nagyon agresszívan indult el a felvezetőkörre, azért ez így nagyon meleg. Rögtön a rajtnál ilyet, és hát rajtnál, felvezető rajtnál. Majdnem szétzúzta azt a BMW-t. Bárhóci is lecsúszott itt a Seattal. Hát az a BMW azért megsérült, de nem olyan szinten. Molnár Attila is meg kilépett. Molnár Attilának ledob. Megint elment az internete valószínűleg, mert csak ő ment el. Azt írta, hogy eltűnt neki mindenki, aztán egyszer csak eltűnt. Nem tudom, mi lehetett a probléma. Molnár Attilának nem jön össze a dolog, egyébként 120-as pingje volt végig, szóval elképzelhető, hogy ott nála van valami probléma. Így legalább mivel leszék a rendes sajtkockából indulhatnak, mert kimarad előlük ugye Molnár. Az ő rajtrács pozícióját így operatőrtársunk autója nem fogja elfoglalni, de hát ő van oda beírva. Ezen kapom az információt, hogy Tóth Daninak kormány probléma van, volt. Na, az érdekes lesz. Nála is bejön valami probléma itt. Igen, nekem is írták. Van egy jó kis informátorunk, Tóth Dani versenymérnöki pozíciójába ül most éppen. Végig követi az eseményeket velünk. És akkor Nagy el is foglalja az első rajtkockát. Ebben a pillanatban Tóth jön a második helyre, Nemes a harmadikra, Bánóci a negyedikre. Laci Gabi ugye a hatodik helyre állt be. Hetedikre Vida, nyolcadikra Juhász, 9 Gál, 10 Konthet, 11 Székely, 12 Godor, 13 Kuti és 14 Csordás. Csordás is hátra került valamiért. Ott volt egy bug, és nézzük! Júj, de szépen jött el Tóth, és még Nemesnek is meg lesz Nagy Imre. Ha ott belül tudja tartani, Tóth biztosan az első. Nem, a Honda sokkal erősebb a Peugeot-nál, viszont Bánóci lerajtolta Nemes. Külső éven, hoppá, Bánóci miért rajtolt, és elfordul másodiknak. Úristen, Bánóci, milyen jött, közben Laci Gabi már a negyedik helyért csatázik Nemes Zsolttal. Videt már gyakorlja Juhász meg a háttérben. Bánóci nagyon nagyot ment a Seattal rajtnál, Tóth Dani is. Ez várható volt, kérdés előjön a kormány problémája. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Nem is kicsit beragadt Nagy mögé, ott van Laci Gabi viszont az ötödik helyen. Igen, és Bánóci meg azért szemmel láthatóan lassabb, mint Nagy. Juhász a hatodik, megelőzte Vidát, Vida már a hetedik. Közben Bánóci fogja körbeutazni Nagy Imre a második helyen, sokkal erősebb azért az a Honda. Nézzük, féktávon meg tudja még menteni Bánóci ezt a helyet. Nem. Nagyon szépen csinálta ezt most Nagy. Bánóci ettől függetlenül rettentően szépen jött el. Vidát közben megelőzte meg Gál Dávid is. Vida már csak a nyolcadik.
Hetedik helyen Gál Dávidot nézzük, közben gyötri a mezőn, már megelőzte Juhászt is itt az egyenesbe. Gál igazad volt, hogy a versenyre gyúrt. Hoppa, Bánóci a sóderágyba, már az ötödik. Bánóci elnézte ezt a kanyart. Jó, figyelj, rendben. Tépen jött vissza a pályára. Kuti Horváth Csaba van mögötte, aki ajjajjaj, de szívet választott, ott mondjuk belül kellett van. Hiába villog. Ez most itt nagyon elnyalta ezt a kanyart. Hát, Bánóci kétszer váltott irány. A teljes teljedelemben el lehetett volna menni belső éven, úgyhogy itt igazából lényegtelen villogás, viszont Bánóci most itt beszúrna. Uda agresszív volt. Ennyit számít a szélárnyék. Igen, a nézők a 11. helyen Kutit vissza tudja előzni Bánócit. Be is teszi belőre. Ojjajjaj, az sok. Az már nem a pálya része, bár lehet, hogy Kuti is szeret egy picit füvet nyírni, és kívülről... Nézzük, jön a sikán, szépen kívülről meg is előzi. Most a sóderákba is belement Kuti, mindenhol jár, csak a pályán nem. Na jó, ez nem igaz. Azért szépen megy a pályán is így, hogy épp hogy csak beesett. Így viszont egyenlőre az 6.-7. helyen vidagyek pálya Juhászt, de nincs erő abba a portba, nincs olyan erő abba a portba egyenlőre. Júj! Repülőautó! Gál! Úristen, szóljanak már neki! Mi történt Gállal? Már nézem a felvételt. Gál megdobta a kerékvető, nagyon agresszívan belül fordult. Megdobta a kerékvető, egyszerűen felrepült az autója. Nagyon agresszívan támadta a kerékvetőt, amit nem szabad. Közben taktika Székely Krisztiánnál és Kuti Csabánál. Igen. Székely okosan elengedte Kutit, mert Kuti a gyorsabb pilóta. Most úgy nézzük ki, hogy Kuti Horváth Csaba 7., Székely Krisztián a 8., Csordás László időközben kiesett. Kis lépett a szerverről. Gál Dávid pedig hát a 12. helyen kóricál most így, így viszont a IMT Racingnek nagyon nem jött jól ez a dolog, és a DKS pedig brillírozhatott a 7., 8. helyen. Ez a csapatbajnoki, és hát a csapat dobogó, azért az meg lehet még így. Juhász próbálják üldözni, miközben Vida az 5. helyen van. Látszó Gábor a 4., Nemes a 3., 2., Nagy Imre, Tóth Dani, meg hát mérföldekkel előre. Kengyelfutó gyalogkapuk se tudná megelőzni szerintem idén. Most senki. Viszont Juhász hibázott 7. helyen, Kuti Horváth Csaba, kapcsoljunk rá, Juhász Péter rontott. Lehet, hogy ezt most Kuti Horváth Csaba ki fogja használni, már pedig miért ne használná ki? Okosan fogják csinálni ezért a DKS-esek. Nagyon, nagyon szép csapatjátékba tudnak azért menni. Hogy... Határon autózik egyébként Kuti Horváth Csaba, nagyon. Na, ott a szélárnyék belülre jön. Úristen, milyen setup ez Kuti alatt, hát... Hogy legyorsult az. És belül, simán, simán. Hát, Juhász egy picit megpróbált rápakolni. Az egy picit sok azért. Igen, Kuti villog is. Teljesen jogosan azért. Most tegyük hozzá, hogy ott a műfőben már nem tudom minek húzódott ki, még inkább Juhászot el kellett volna venni azért ott a shoulderbe. Nem jó előzni. Meg nem is túl szabályos. Kuti Horváth Csaba megtartotta a 6. helyet. Sőt, szerintem azt fogja csinálni, amit kinézek a DKS-be, hogy egy picit feltartja Juhász, hogy feljöjjön rá a Viválász, és akkor ketten mennek el mellette. Mint a kanyargósabb részeken, és így bekajálják a mezőnk végén. Figyelmeztetve lett egyébként Juhász Péter, hogy jobban kéne figyelni a versenyzőtársakra. Most Kuti elleredhet videó után. Székely Krisztián pedig 70%-os gázzal megpróbálja lehetetlent.
megelőzni Juhász Pétert és menni Kuti Orváth Csaba után. Hát, hogy ezt hogy rakja össze, arra kíváncsi vagyok. Szektoridők alapján benne van. Közben Tóth után iramodik nagy, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy bármit is tudna csinálni ezzel a 3 másodperces hátránnyal. Negyediken László Gábor is kergeti Nemes, de egyelőre nem tud közeledni. Úgyhogy talán itt a 5.-6. hely, már még egyelőre Kuti is távol van mondjuk. Székely, lehet, hogy nem minden körbe jön elő ez a pedál probléma, hanem néha-néha jön elő. Közben Godor is kilépett, kiesett, vagy nem tudom mi történt vele, de már a boxba érje. Godorról is balesetet szenvedhetett. Csodálkozok, hogy Gálnak még megy az autója. Tehát azt hitte a Red Bull R-részen van. Közben Kuti látványosan megközelítette már Vidát, egy másodperce lecsökkent a hátránya. Úgyhogy maradjunk is ezen az 5-6. Helyen, lehet, hogy Kuti igazából szinte az utolsó rajtkockából fel tud jönni a top 5-be. És még igazából nagyon sok hátra van. Nagyon sok. 7 kör. Úgyhogy nézzük. Úristen, Kuti a leggyorsabb kör. 2.008.12 és ez verskör, ez a pole pozíciós lett volna. Hát sajnálom, hogy nem tudott így lenni, és milyen agresszív, de figyelnek egymásra. Azért két, hoppá, hogy aláfordult Kuti, ez a kigyorsításnál meg lehet, hogy a Hondának tényleg ekkora az erőfölénye. Simán már mellette van. Külsőjében nagyon szépen meg bent kint tudja tartani, és itt ugye a sikánnál már belsőjében lesz, de behúzódhat középre, mert hát megvan neki. Nagyon nagy az előnye, igen, videjézi, hogy itt nem tud mit csinálni. Nagyon szép volt Kuti Orváth Csabától, gyönyörű már az 5., és el tud menni a többiek után. Hát ha ilyen időket autóz végig, akkor akár még Laci is meg lehet neki. De nem akarok elkiabálni semmit. De már nyúlik el szépen Vidától. Már fél másodpercnél is több az előnye, ahogy látom. Közben megnézem, hogy Laci Gabi milyen időket megy. 2.02.3, 2.02.9, miközben Kuti 2.01, meg 2.00-as köröket jön. Úristen! Gyorsan be lesz itt kajában. Ahogy Kuti szoktam mondani, kölyök tigris jön és bekajál mindenkit. Hát most ezt szívesen nézem, Kuti hozza a sót. Utána lehet a borsot is. Ha-ha-ha. Még jó, hogy nincs itt kollégám, hogy közbe tudjon szólni a poénjaim miatt. És már le is szakadt Kuti Vidától. Elszakadt. Nagyon szépen. Elnyúlt. Nézzük, közben Székely egyenlőre nem tud mit csinálni Juhásszal, hiába van abban a Hondában, mert meg az erő nem tud úgy közeledni. Backheadre egyébként, itt voltam. Hallottam ezt a sós-borsos... Hoppá, Székely eldobta a siker végén. Ezzel visszaesett egy helyet, Bánóczi megelőzte. Megnézem, mi történt. Elfékezte magát, túl későn akart fékezni. Kuti Orváth Csabának picit több, mint 4 köre van. A 6. kört futják, ugye. És körönként egy másfél másodperccel akár gyorsabb is lehet Laci Gabinál. Igen, fölérhet rá, talán, meglátjuk, hogy mennyit tud hozni. Jelenleg 2 között a különbség. Megnézem az utolsó köröket. 3 másodperc. 2.01.8 volt Kutihótól, és 2.01.2.2.4 hozott az utolsó körébe Laci Gabin most. Hát az kevés. Eddig többet hozott, ugye
Kuti megfutotta a leggyorsabb kör, nem tudom, hogy lemaradtál le róla. 2.008. Hoppá, Kuti eldobta, Kuti. Oj, megfogja. Vida, mit mented, basszú. Az a reflex. Elnézést kérek. És Kuti partiban van, még mindig ott van, összedi magát, avagy nem. Ez az ötödik hely még így meg lehetne ki ettől függetlenül, mert láttuk, hogy milyen hamar utolérte Vidát. Hát azért kapott az a Honda ott rendesen. Vagy lehet, hogy Kuti játszik a második futamra? Marad hatodik, hogy elindulhasson a harmadik helyről? Nem hiszem, hogy most ezt tartja szem előtt, inkább Széke Krisztián lesz az, aki taktikázni kezd, hogy minél előbbről induljon. Kuti Horváth Csaba megpróbálja. Most jelenleg a nyolcadik, ugyanis Juhász is rontott, és így már bánó, helyet cserélt igazából a két szátos Vivalas körül, Székely Krisztián körül. Hát jelen szerint úgy néz ki, hogy Potthens Dani indul az éről, Juhász másik, Székely a harmadik helyről indulna. Utána ugye Bánóczi és Kuti csak az ötödikről indulna, ami azért nem egy olyan előnyös pozíció, úgyhogy nem hiszem, hogy itt nagyon rátaktikázna erre. Ha hát mondjuk akkor... ebbe igazad van, de ha megnézed a gyors körét, 2.008.52 volt az üzem, de mindjárt lepontosítom neked. 8.12 volt ezzel a Superpole, sőt ezzel a Q1-et és a Q3-at is megnyerhette volna Kuti. És ezt versenybe futotta ezt a körét, nem üres tankkal ráadásul. Hoppá, összetörte a tizedik helyen Kuti! Tolas, így is jó, most viszont játssz a póra, akkor tartsd meg a tizedik helyen. Mondjuk simán, ugyanis gyár kiesett. Kutinak be kell fejezni a futamot és pole pozícióból indulhat. Hát, na innentől lesz meg a dolog. Totálisan le van zúzva ez a Honda, hát itt tényleg Kutinak most már csak arra lehet a dolog, hogy így rommá tört autóval, tizedik hely, azért járó pont, defekt, plusz az öt pont. Ude defekt, az se baj, ha kört kap. Jöjjön be. Közben nyolcadik hely helyett, hetedik helyen Székely elkezdte üldözni Bánócit. Na, hetedik helyre kapcsoljunk. Kuti Horváth Csaba poroszkálott magának a pályán. Jaj, de kemény az ott sok, ez büntetés lesz. Az nagyon durva volt. Székely Krisztián ezt nagyon elmérte. Látod, hogy nincs rendben a pedálja, már több féktávot is elmért. Elnézett, próbál elkerülni az ütközést, nem sikerült. Viszont idékes, 1-2 a következő futat. Székely a boxba. Székely Krisztián egy boxáthajtásos büntetésben részesült. Le is tölti egyből. Gyorsan végigfurikázik itt a box utcába, utána mehet tovább, folytathatja, így Kuti viszont taktikai. Kuti megint Schroederágyba a tizedik helyen. Na, Kuti Csaba ott megmarad, viszont így DK-s 1-2. Na most itt lehet spekulálni, tehát most azért elkezdtünk erről beszélgetni, hogy most ez mi volt. Tehát a Székely Krisztián szándékosan lökte meg, amit mondjuk nem hiszem, hogy kilökte Bánócit, de... Elég szerintem se, Székely meredek nem dolog ilyen lenne, ha ez szándékos lett volna, viszont taktikai szempontból ez egy elképesztő dolog volt. Ha így nézzük, hát szegény Bánócit azért sajnálom, nem volt egy szép megmozdulás Székelytől. Elmérte ezt a kanyart egész egyszerűen egyébként, vissza úgy láttam. Vissza lehet nézni igazából. Én ha gondolod, vissza is nézem. Hát Székely elmérte azt a kanyart, be akarta tenni, nem fért be, ott már sok volt. Előfordul az ilyen, letöltötte a büntetését, mehet tovább. Vida így nyugodtan az ötödik, Laci Gabi a negyedik. Nemes a harmadik, nem tudnak egyszerűen közel kerülni a másikhoz. Ez a monzai pályának az átka, mezőgyilkos pálya, kevés eseménnyel. 10 méterrel fékezett később, mint Bánóczi, és Beris átaladta az a Honda. Nagyon elmérte ezt a féktávot. Ki akarta kerülni, csak ott a falról lepattant, és ezért ment neki. Ott a fűvön már nem tudott mit csinálni Vivalas. Viszont
közben, ahogy látom, valaki megint megjáratta. Megjáratott valamint méghozzá Bánóci. Leamortizálta a szátot. Defektje van, defektje van. Grace nem akarja, maga előtt akarja tartani Bánócit. Vagy taktika, vagy fair play, döntse mindenki magának. Széke, meg is értett rá. Hoppá, hoppá! Információ megint a Dani verseny mérnökétől. 10 literje sincs már Daninak, és 4 liter per kör. Akkor Tó Daninak spórolóra kell vennie itt a figurát, ugyanis 2 kör van hátra. Hát van Nagy Imre. Na ez érdekes lesz. Tó Dani elszámolt magát egy picit. Ha nem fejezi be a versenyt, akkor rá nem vonatkozik a fordított rajtra. Így van, tehát neki valahogy be kell csurognia. Mondjuk neki még jó a második hely is. Tud annyit spórolni, sőt, ha a Laci Gabi előtt végez közvetlen, neki teljesen mindegy, neki az is elég. Igazából most ezzel a második, negyedik helyen, még ha jól számolom, még a VB-t is megnyertetik. Hát igen, elég nagy szansz, hogy 60 pontok előny körülbelül, ami van neki, vagy 50. Meg lehet, ha kibírja. Minden esetre most jön az utolsó kör. Ezt azt hiszem azért ki fogja bírni, visszavett a tempóból, ez látszik. Nagy Imre azért elkezd közeledni, Nemesség pedig messze vannak, úgyhogy ez a második hely is jó lenne Daninak. De ezt ugye Nagy Imre nem tudja, tehát meg lehet, nem fog kockáztatni fölösleges előzésbe. Kuti nem fogja megelőzni Bánócit, messze van még tőle, Bánóci pedig el fog evickélni ezzel a leamortizált szeáttal. Igen, azt gondolom, ez most már így fog maradni. Dani annyit nem spórol azért, hogy meg lehessen azért előzni. Megnyerni. Ebben viszont gyakorlatilag én azt gondolom, hogyha kiesik második futamon, akkor is ez megvan Tóth Daninak. Közben Kuti megint összetörte az autóját. De számolok addig, hogy így jelenállás szerint hogyan állnak, akkor László Gábor, addig kérlek figyelj a futóra meg a többire. Nézem folyamatosan, a két szép szemem Tóth Danin van. Szerintem a versenymérnökével azért szépen kiszámolták és megbeszélték, hogy mennyit kell visszavennie, hogy meglegyen azért neki. Bánóc okosan félrehúzódott. Itt ezt a féktávot kicsit beengedősre kell tenni, és óvatosan a kigyorsítást rekordtávból már simán meg lehet oldani. 850 pontja lesz Tóth Daninak, ha így marad, és 779 pontja Laci Gabinak, ami akkor azért... Megvan. És úgy néz ki, hogy meg lesz Tóth Daninak, be fog érni. Hogy örül neki, és beért, Tóth Dani megnyerte a monzai első futamot, és világbajnok. Legalábbis virtuális világbajnok. Igen. Igen, ez azért megvan Tóth Daninak. Azért neki is lehet örülni. Nagy Imre a második, harmadik Nemes lesz, negyedik Laci Gabi, ötödik Videa behozza. Race Dream Team Junior Ford fókuszát. Vagy jön Juhász. Hatodik, szerintem neki se volt még ilyen előkelő helyezése a leintésnél az Csikújoncunknak. Gotthens Dan is gyönyörűen a hetedik lett. Nyolcadikon Székely fog beérni. Kilencedik Kuti lett és tizedik Bánóci. Végül is úgy néz ki, hogy Bánóci indul az első helyről és Kuti a DKS a második, harmadik helyről. Így van, és úgy néz ki, hogy hát Tóth Dani megnyerte a bajnokságot, ugye, ez most már biztos. A Race Dream Team pedig, ha minden igaz, ezzel az első csapat és a harmadik helyen csapatbajnok. Egyénibe Laci Gabi a második, harmadik helyet úgy néz ki, hogy már Vida Márknak is megvan, tehát lefutott az 1-2-3.
A csapatbajnokságban Pampi a második, viszont a GMT Racing Team Junior és a DKS között még nagyon nagy a harc a harmadik helyért, úgyhogy itt a második futamon a GMT elképesztő csata most lesz. pontot nem kapott, pontot nem szerzett, mert Molnár Atis és Laci, nem, Gál Dávid se ért be. Race Dream Team Junior-tól Vida szerzett pontot, ugye mindjárt mondom, hogy mennyit, nem tudom fejből, ne haragudjatok érte, negyedik helyért kapott, nem, ötödik helyért 30 pontot, és ugye 6, 7, 8, 9, a DKS pedig 27 pontot hozott a 8-9. Helyel, tehát igazából plusz mindenki a plusz 5 pontot, tehát összesen 35 és 32 pontot hoztak most így a GMT-n, ami azt jelenti, hogy 35 ponttal a Race Dream Team Juniornak 741 pontja van, míg a GMT-nek 748, DKS-nek pedig 734, tehát nagyon szoros. És ugye a DKS második, harmadik helyről fog indulni. Most közben itt jönnek vissza. Mindenkit ledobott szépen szerintem az R-faktor, hát engem biztos, nem tudom mitől. Befagyott itt egy-két embernek a játéka, de szépen csatlakoznak vissza a srácok. Én is épp most jövök föl. Kezdetét veszi majd nem sokára a második verseny. Hát szoros lesz. Majd itt futam alatt én itt el fogok tűnni egy picit, és számolgatok, hogy pontosan hogyan áll a csapatbajnokságnál a dolog. Molnár Attilának már nincs esélye a harmadik helyre, most a negyedik hely. Most írd fel magadnak, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy 7.48, 7.41, 7.48 a GMT-nek, 7.41 az RDT Juniornak, és 32-t szereztek, 7.34 a DKS-nek. Mennyie van a Rézim Team Juniornak? 700? 741, ezzel a futammal ugye 30 pont a... Jó, köszönöm, a többi az megvan. DKS 734 is akkor megvan ezek szerint. Ők is sok pontot hoztak még ezzel a 8-9. Helyel is. Csaba üzen nekem közben. Nem hallok most senkit. Most jó. Közben egy kis probléma történt operatőr kollégánk gépével, de megpróbáljuk gyorsan olvasolni, miközben mi állítjuk itt a rajtrácsot. Hát lesz mit állítani. Én azért most épp beszélek Kutival. Itt vagyunk, kedves kollégatársammal, én azért tartom a kapcsolatot, úgyhogy ha válaszolok ki, akkor ne haragudjatok meg. Nos, amíg zajlik a probléma elhárítása, addig
Kutival beszéltem, benézett egy féktávot, és utána valami úgy tönkre ment az autóba, hogy nem tudták megszerelni, mert folyamatosan hibázott. De ő a top 3-at célozta meg épp abban, amikor beszéltük, hogy valószínűleg meg lesz neki ugye a top 4. Nos, közben operatőr kollégánk visszatért az éterből, úgyhogy itt van velünk. Nos, kérem szépen, akkor 5 perc múlva kezdetét veszi a második verseny. Addig ugye még jön egy rajtrácsírás. Ahonnan Bánóczi László indul az érről, Puti a Horváth két Csaba második. tékes. Harmadik pedig Vivelász lesz. Tékely Krisztián. Negyedik helyről Konthenzi. Ötödik helyről Juhász Péter. Hatodik Vida Márk. Hetedik László Gábor, nyolcadik helyről Nemes Zsolt. Kilencedik Nagy Imre, majd Tóth Dani bajnokként a tizedik helyről. Ugye jönnek a kiesettek, a 11. helyen Gál, 12. helyen Gódor, 13. ugye Csordás László, 12. akkor 12. Csordás László, 13. pedig Molnár Attila. Most megtörtént a rajtrács editálás is. És még van 2 perc, én eltűnök egy fél pillanatra. És hát akkor így a számolgatások alapján most azért kiszámoljuk, hogy Vida Márk az 5. helyjel avval, hogy célba ért, ugye szerzett 35 pontot. Igen, ezt mondtam. Ja, ez ugye most a 614 pontja nézed? Volt. 649 ezzel pontja van. Monár Attilának pedig 577, tehát ez eldőlt. Eldőlt, tehát igen. Gyakorlatilag tudani bajnokként Laci Gabi második és Vida Márk harmadikként várhatja a második futamot. Itt a csapat bajnokságnál ugye a harmadik hely, a tét, ugye a Race Dream Team már bajnok, a Pampi Racing második, és ugye itt a harmadik helyért meccselnek a Proton Senior, hogyha több pilóta lett volna itt. És hát ketten itt voltak, de ugye Nagy Imre tezett csak pontot, ugye Csordás Laci nem tudott, ugye Nagy Imrének pedig ez kevés azért ez a második hely. Így 60, 50 pont, plusz ugye a pole pozíció az 56 pont, de így is csak 670 pontja van. Ami azt gondolom azért kevés ahhoz, hogy meglegyen a csapat dobogó. Ahhoz az kéne, hogy a DKS, a GMT és az RDT Junior se szerezzen egyetlen egy pontot sem. Ők pedig legalább 70 pontot. Nem lehetetlen, de nem tartom valószínűnek, hogy ez így meg lesz.
Nem fél perc, kicsit több mint fél perc. A végén majd ugye interjúk lesznek. Ugye jön Dani, remélhetőleg Imre is jön. Meg ugye Nemes. És akkor még meglátjuk majd a többieket. Egy hosszabb interjú. Na, és ebben a pillanatban akkor a szerver átvált versenyre. Közben nézem, hogy rajtrács probléma lenne. Igen. Valami probléma volt, hiszen a harmadik kellene, hogy legyen. Utána... Nos, kérem szépen, akkor itt... Na és kérem szépen, ha minden igaz, akkor helyreállt a szerver. És állnak a rajtrácsa a srácok. Bánóczi László indul az élről. Második én helyen. Kaptam egy olyan kérést. Hogy igen. Valaki tőlünk azt kérte, hogy rakjuk be a rajtot Tóth Dani onboardjából. Hát, ilyet sajnos azért most így nem tudunk csinálni. Ugye a rajt az nem egy emberről szól, hanem mindenkiről. Ripley-be szívesen bejátszanánk olyat rajtoldani, csak sajnos azt most operatőr kollégánk nem biztos, hogy meg tudja csinálni. Közben így meglett a hiba oka, hogy miért volt rajtrács elállítás, írás közben, mikor írva lett rajtrács, többen mentek köröket, teljesen megzavarodott. Ugye ez az, amit általában tiltani szoktunk. De akkor én elmondom a rajtrácsot, és operatőr kollégámat kérném, hogy szép menjünk végig egyesével. Első Bánóczi László, második
Kutihop egy Szava, harmadik Székely Krisztián, negyedik Laci Gabi, ötödik Kothenc, hatodik Juhász, hetedik Vida, nyolcadik Nemes, kilencedik Nagy, tizedik Túr, tizenegyedik Gál, tizenkettedik Csordás, tizenharmadik Molnára is. 13 pilótával vágunk tehát neki a mezőnynek, két BMW-nk van az 5. és a 10. helyen, rájuk kell figyelni most az álló rajtnál. Plusz ugye a két DKS és Hondásra, hogy mit művelnek ott az első két helyen a rajtnál. Székely Krisztián egyébként adásban nem látszik ugyan, egy különleges fekete festéssel indul el az utolsó futamon, ugye Jules Bianchi emlékére, aki sajnos 9 hónap után nem épült fel ugye a kómából és sajnos életét vesztette. Nem is szeretném nagyon részletezni ezeket a dolgokat, mindenki tudja, hogy mi történt vele. Ennek a tiszteletére sajnos ismételt egy különleges festéssel induló versenyzőnk van. Ugyan adásban nincs benne, de szerintem bőven elég, hogy így elmondtam. Későn kaptuk meg, ugye nem tudtuk már időben betenni adáshoz. Minden esetre ez egy szép gesztus volt. Na és közben... Nézzük azért az 5. helyen a BMW-t, hogy hogy állt be. Na, ott vannak a rajtrácson a srácok. Most mindenki elfoglalta. És jönnek a lámpák. És elrajtol a mezőny. BMW nagyon szépen jön el ott. Egyelőre Kuti úgy néz ki, hogy Kuti tudja tartani, viszont Vivalas nagyon beragadt. Kuti mellett van már a második helyen, sőt már előtt, de Content. Ez nagyon csúnya. Így elmérni a féktávot. Jó, hogy menekülő útvonal. Közben egyelőre Kuti a harmadik. Laci Gabit már támadja túlt a negyedik helyért, és meg is lesz neki. Mögöttük már ott van Vida, meg Juhász, nagy csatár. Egyelőre úgy néz ki, hogy Kutit már mindjárt Kutit is megelőzi túl. Nem, Kuti még egyelőre tudja tartani. Viszont nagy, olyan sebességgel autózza a körbe Juhászt, hogy az valami elképesztő, mintha begyújtotta a rakétákat, plusz Kothenc visszavett a tempóból. Nem tudom, mi történhetett, de emiatt elment Laci Gabi, nem, Kuti mellett Tóth. Pont emiatt szerintem. Kothenc Dani rajtnál történt incidens miatt, egyébként egy box utcáltatásos büntetést kapott. Egyelőre úgy néz ki, hogy akkor az első helyen Bánóci, második Tóth, de szorosan ott van mellette Kuti, majd Laci Gabi, Kothenc, Vida, és hárman egyszerre próbál kell fordulni, amiből az lett, hogy nekünk rá került. A féktávot. Azért meredek, ha szép egyenesből a harmadik kutyórácsával lefutja Tudani BMW-jét, fogja a szélárnyékot. Méghozzá duplát Bánóci. Viszont a Seatot fogja Bánóci. Na, az itt nagyon kemény lesz, három egymás mellette, atya úristen, ki fog itt elfordulni. Kuti okosan elvette. Kuti igen, kutyórácsába biztonságra ment. Nagyon szépen csinálta, és talán össze is jön neki, nem, mert ott volt egy kis lögdösődés sajnos. Pedig meg lehetett volna. Igen, egyelőre a harmadik ilyen Kuti Orváth Csaba
nyüstölítőkére. Nem csak a csapatát, de most a futamot is. És szerintem nem elégszik meg, hogy fel... Oj! De szép végtávon! Nem tudta azért ott. Az a baj, Puti Orácsok a saját vesztébe rohan ilyen vezetési stílussal, és ma ott van mellette Laci Gabi is, és ott helyet kell hagyjon. Szépen csinálta. Nem lesz így jó, Puti Orácsok a saját maga versenyét teszi tönkre. Ez sok ezt mondtam. Megjön Vida is az ötödik helyen. Puti Orácsok elrontja a saját futamát, azért ilyet ritkán látni. Bár tőle elég sűrű, és jön Nemes is. Inkább maradjunk hát, én azért nézem az első-második helyet, mert Tóth szépen mindjárt körbe is autózza Bánócit. Belső éven van, féktárnál simán megvan. Puti a harmadik helyen visszaelőzzel a László Gábor. Júj, de szép sor! Nemes! Szerintem, ha jól láttam, keresztbe állt alatta a Peugeot, de nem vagyok benne biztos, nem akarok. Mindjárt visszanézem. Kedves kollégám, nézze csak az élő adást. Megdobta a rázókövet egyébként Nemes. Igen, igen, keretben nem történt semmi olyan. Úgyhogy első Tóth, második Bánóczi, harmadik Kuti, negyedik Mondtadik Vida, a hatodik Juhász, hetedik Molnár Atis. Nyolcadik Gyár, kilencedik. Ott Zani kilépett a futamról egyébként a büntetés követően. Kilencedik Nagy, tizedik... Második hely Bánóczi, nézzük, célegyenes végén, ajajajajaj, sok. Mondjuk, hogy őszinte legyek Tudaninak, mert tök mindegy, de szépen megfördült azért ott. Ebből Bánóczi kapni fog egy büntetés szerintem. Bánóczi ott lett, kilőtte Tudanit. Lett volna hova mennie, én is úgy láttam. Bár csak a végén kapcsoltam oda, de mindjárt nézem. Igen, ott még volt helye. Túlságosan befele húzta az autót. Meg azért... Puti az első jelenleg. Bánóczi a második, de áthajtásos büntetés kapott. Harmadik Laci Gabi, negyedik Tóth Dani. Nyomnia neki, mert ezt a büntetést már nem fogják tőle elvenni. Hiába engedik. Nyomnia kell, hogyha nem akar sokat veszteni. Ötödik Vida. Oly, de együtt van a mező mögöttük. Molnár Attila. Vonatoznak a fiú. Puti megint meg tud lógni. Főleg, hogy Bánóczi mindjárt kikről körbeautózza Laci Gabi. De azért gondolom a fiúk is tudják, hogy van ott egy áthajtásos büntetés. Új, Laci Gabi. Oly, de meleg volt ott. Elrepülhetett volna. Tóth is ugyanúgy jött át. És Tóth a harmadik. Vida ott van Bánóczi mögött az ötödik helyen, aztán Molnár, Juhász, Gád, itt már nagyobb a szakadék. Nézzük ezt a tömeget itt a negyedik, harmadik hely. És hát a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik hely. Öten együtt konkrétan folyamatosan. Puti itt elég nagy egér előny van. Bánóczi nem jön ki, három köre van. Reméljük észlelt a azért a dolgokat. A negyedik kör kezdik meg a srácok. Kell a leggyorsabb kör, már emberünk az ötös boly mögött, ott jönnek még pluszba ketten. És nagyon az megint a féktáv. És Bánóczi lefékezett. Az se volt túl egészséges és szép. Itt pedig Vida megcsókolta. De olyan szinten, hogy ki is forgatta. De Vida most épp nem azzal van elfoglalva, hanem mert Molnár Atti is ott van mögötte, csak nem tudom, hogy Molnár Atti is kiszámolta el, hogy már hiába előzi meg Vidát, nem lesz meg neki. Kuti egyenlőre most visszafogottabban megy, látszik azért, sokkal nyugodtabb, viszont 4 tizedet hozott rajta Tóth az előző körbe. Negyedik helyen Molnár Attila üldözőbe vette Laci Gabit, amelyik
tényleg eldőlt a dolog, viszont a csapatbajnokság szempontjából mennie kell. Hát igen, de a Kuti behúzza, vagy második lesz, akkor hiába van ott, vannak ott a ne... Támadok. Negyedik, hatodik hely mennyire elég neki? Hát egyelőre jól állnak, úgyhogy Székely hátul van. Negyedik helyért 35, az ötödikért 25, így viszont meg lesz neki. Így meg lenne, mert az 60 pont plusz Kutinak 50, így ők hoznak 10 pontot. Székely hanyadik? 11. 15 pont és 14 pont előnye van ugye a GMT-nek, tehát ezt kéne ledolgozni. Hoppá! DK-s Racing Team-es leggyorsabb kör, 6. helyen közben Gál előzi, hát előzni. Az Oldalbuszi. Még elfértek. Juhász mögöttük a 7. helyen. Juhász Bálóci. Kéne feljönni. Illetve Nagy. Bálócinak ki kell jönnie letölteni a büntetését a kör végén. Új, Nemes Zsolt. Hoppá. Gál. Gállal mi történt? Összementek Vidával, és hogy őszinte legyek, nem. Ez Gál hibája volt. Kívülről legalábbis 100%-ig. Mindjárt megnézem belül, mert ez... Nem haragszó. Akkor én itt... Nem egyenesen megy, hanem folyamatosan ki oldalra, amikor ott van mellette Vida. Nem hagy neki helyet. Ez látszik. Látszik 100%, hogy felé megy, és hiába gyorsabb. Így összekoccolnak, és pont ez csúsznak meg mindkettem. 7. helyen Bánóc, nézzük ki jön-e. Megelőzi Juhászt, ki jön-e letölteni a büntetését? Amit ugye Nemes Zsolt is kapott, egy áthajtásos büntetés. Anóci jön. És letölti. Amit le kell töltenie. Ugye kiesett, úgyhogy így annyival kevesebb pontjuk van. Vida nem érdemel büntetést, az eset vissza lett nézve. A 4. helyen szerint. Viszont Olnár Attila csatázgat Laci Gabival, szeretne minél több pontot szerezni. Hát. Viszont így TKS előtt megnyílt az út, hogy kiesik Gál, és ezt most Gál sajátjának köszönheti. A Race Dream Team Juniornak így elment. 816 pontja van jelenleg a DKS-nek, ha így maradna. Ez 816 pont. És ugye Molnár Attila a 4. helyen van. Harmadik. Ugye, ebből ugye 40 pont ugye a befejezett futamhoz számolt. Már a harmadik. 40 pont. Ez egyelőre megvan a DKS-nek. Így, hogy Gál kiesett nagyon simán. Molnár a 3. viszont. Megelőzte László Gábort, de ebben ugye még csak plusz 5 pont, tehát ebben még mindig csak 45 pontot szerez. Hát ezt mondtam neked háromszor. Nem, a 40 pont a 3. hely, úgyhogy jól nézted. Nagyon nem vagy formában, 3 milliószor elmondtam, hogy 5 pont a befejezett futamért, hát... Jó, igen, én azt, mivel mindenki befejezi valószínűleg így, én azt hozzáadom eleve, tehát... És így 45 pontja van Molnár Attilának, de Laci Gabi... Szeretné visszaelőzni. És úgy érezte Molnárat is, hogy vissza kell engednie. 2-0-0-8-14, a leggyorsabb kör. Dani nem is megy annyira. És megy, egy olyan kérdésem lenne, hogy a Race Dream Team Junior Vidának így hány pontja lenne?
A Resident Evil Juniornak így esélye nincs már. De szerintem se. Így ezzel a ötödik helyen... A GMT-t tudta volna megelőzni, hogyha GMT előtt marad. Valószínű ez lefutott szituáció már. Resident Evil Junior itt már a negyedik, ötödik helyért meccsel. Sőt, így már csak ötödik lesz nagy valószínűséggel. Sajnos ugye ők nem tudtak többen elindulni, mint a többiek. Nem nagyon van csata, így a 9., 10. helyen ott... harmadik, negyedik helyen folyamatosan Molnár és Laci Gabi közt azért megy a csata. Hát igen, 9., 10. helyen itt Bánóci kergett a csordás, de ott sincs igazából úgy nagyon semmi. Na, Molnár megint benéz. Folyamatosan csak benéz. De, hát... ezt most nem nézte be. De nem lett meg neki. Könnyen lehet, hogy így... akkor DK-snak megvan a dobogó. Interjú alanyokhoz csatlakozik ugye Kuti Horváth Csaba is. Hát egyenlőre úgy néz ki. Ne könyveld el ilyen 100%-ig még. Na, Molnár Attila nem adja föl, szeretné megelőzni. Gabi, de Laci Gabi se hagyja magát azért olyan egy könnyen. Közben Dani versenymérnökétől megint az információt, hogy ő nem fog után menni. Neki a biztos második hely kell most. Nem akar semmit kockáztatni, be akarja hozni a vasat a második helyen. Így van, Kuti Horváth Csabának pedig ezzel így nyílt egy futamgyőzelemre. Na, Molnár és Laci Gabi még mindig egymáson. Kutinak meg kettő kör. A rajt után nagyon visszaesett, most viszont már a hetedik, úgyhogy ez szép. Ha itt tört valamit Laci Gabi és Molnárral, akkor Vida a háttérben nagyot hozhat. Jaj! Ez azért Vidának kedves, hogy itt pofoszkodnak, már látszik a háttérbe Vida, de két kör alatt nem hiszem, hogy sokat tud hozni rajtuk. Ha csak komolyabb baj nem lesz ott. Nem tudjuk, Sininek szól-e valaki, de lehet nem hallották ezt az információt, amit mi kaptunk, mert Sini még mindig nyomja neki elszeveszettől. Nem, már két köre van hátra csak, úgyhogy igazából... És harmadik, negyedik hely, Molnárat is kinéz, belső íven lesz. Fej a fej mellett, fej mellett. Motorháztető a motorháztető mellett. Pedig úgy tűnt, hogy Laci Gabinak meg lehet, mert... belülről vissza tudta volna oda szúrni, de ez most nem jött össze. Molnár így feljött a harmadik helyre, igazából a csapat is egyéni is elment már neki, itt maximum egy futam harmadik hely lehet meg. Hoppá, Kuti azért belassult, most hirtelen kapott 6-10 Daniton egy szektor alatt. Kérdés, mennyire volt az az információ hiteles, amit kaptunk, de...
Hatodik, hetedik hely, Székely szeretné Juhászt megelőzni, kapcsoljunk gyorsan oda, meg is van neki. Belülről főt a hatodik helyre Székely Krisztián, ebben biztos be van biztosítva. Így, na, de bá, Juhász, atya a világ, hát mit szeretett volna? Maradt egyébként a hatodik, Székely Krisztián, és ugye ebben meg lehet csapatdobogó. Kuti Horváth Csabának pedig egy kört kell innentől fogva kibírnia. Harmadik, negyedik helyen egyelőre nincs semmi ütközet. Székely Krisztián pedig néz ki, megvan akkor a hatodik helyével. Ugyebár még 5 ponttal többet szerez. Tehát 30 pontot hoz, Kuti Horváth Csaba meg 55-öt, az 85 pont. És 819 pont, ez most már egyértelműen eldőlt. Nézzük azért meg Kutinak ezt az utolsó körét, ha nincs úgyse csata. Így van, nyugodtan megnézhetjük a befutóját. Azért ez egy gyönyörű teljesítmény Kuti Horváth Csabától így a utolsó futamra megmutatja, hogy mire lett volna képes, hogyha néha nem sokkal be, nem rontja el, és a többi, és a többi. Azért tudjuk, hogy egy nagyon jó pilóta. És ma be is bizonyítja nekünk a második futamon. Kemény csaták árán szerezte meg ezt a második helyet, és ugye utána ki lett intve előle Bánóczi. De nem mondjuk, hogy esély érdemli meg, sőt, teljes mértékben megérdemli Kuti. Olyan kérdésem lenne hozzád, hogy volt már ebben a szezonban futam győzelme szerinted Sininek? Hogy emlékszel rá? Mert így úgy emlékszem, hogy második hely most volt neki rémlik, a legjobb. Most így nem rémlik, de szerintem nem volt futam győzelme. De most nézzük befutóját. És Sininek megvan az első Kuti Horváth Csaba behozza első helyen. Ebben megvan a csapatdobogó, ez már biztos. Tódani bajnokként ugye befut másodiknak. Molnár a harmadik, de elúszott az egyéni és a csapat is. Laci Gabi másodikként negyedikre jön be. Tejön Vida, aki végül dobogós lett. A Rézén Team Junior színeiben. Vékely Krisztián behozta hatodiknak. Hetedik Juhász, nyolcadik Nagy, kilencedik Bánóczi lesz. A csapatokat kiszámoltam. Tizedik pedig Csordás. Itt egyébként szoros volt, nem sokon múlt, de a DKS lett a harmadik hely, és egyébként majdnem megszorongatta a Proton Senior az RDT Juniort, és hát oda-vissza a GMT majdnem kikapott az RDT Juniortól, végül nem jött össze. Most megpróbálunk bevadászni egy-két interjú alanyosan. Nos, közben amíg... User left your channel. User was moved to your channel. Itt van velünk Laci Gabi. Itt van velünk Tóth Dani. És még várjuk a fiúkat, mert szerintem fognak még jönni. Igen, Molnár Attila is itt van már, és hát jönnek fel a többiek pillanatokon belül. Können Sie Ihre Fahrer erst das Kopf mit den beiden Kopf
remélhetőleg jól számoltuk itt a dolgokat. Minden igaz, akkor teljesen jól számoltuk, nem? Vagy én biztos benne, hogy a pontversenyt, az egyénit, azt jól számoltuk, mert azt leellenőriztem, a csapatot nem tudom. Csapatokat majd én elmondom. Mindjárt, csak megvárjuk itt Kuti Horváth Csabát. Közben meg is jött. Na hát akkor üdvözölnék titeket itt az interjú szobába. Kuti Horváth Csaba, Szlovábor Tóth Dániel, illetve Molnár Attila. Kezdte az első futam győztesével, és majd a második futam győztesét meg én interjúztatom meg. Tóth Danival rögtön kezdem is a dolgot. Ugye első futam győzelem, második futam második, illetve hát a bajnokságon végén ugye megvan az egyéni, illetve hát megvan a csapat is, úgyhogy abszolút mindent bezsebelt az uraság. Szia Dani, itt te. Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat. Mesélj egy picit, így milyen volt az utolsó futam, hogyan álltál neki egy felkészülésnek, hogy tudtad, hogy azért szoros Katavára majd Laci Gabival szemben, azért végig ott volt a nyakadon. Nem volt azért olyan biztos ez a bajnoki cím, de végül meg lett. Értékeld így a saját egész szezonos teljesítményedet, illetve beszélj néhány szót nekünk így az utolsó futamról, meg hogy érzed magad most így bajnokként? Első komolyabb bajnoki címed így a hosszú túrautó szezonok itt a SBR-nél. Hát először is kezdem az elején. Maga a szezonról, na, indult már ugye. Termászban ott dupla győzelemmel kezdtem. Ugye volt egy kiadjásom utána a Salzburgingen a részszánc miatt. Utána folyamatosan mindig tudtam jönni, voltak egy-két gondok, de sikerült mindig az autót csak is jobb állítani. Monzai hétvége? Hát nagyon-nagyon egész héten felkészültem, magabiztosan tesztelgettük a csapattal is, ugye én is az autót, új beállítással jöttem, nyomatékbe mentünk, így a rajt is még jobban sikerült. Bár a második futamon a rajtnak beszorultam, ez nem volt kellemes érzés. De én azt érzem, hogy nagyon stabil, konstans szezonom vagyok túl, folyamatosan dupla győzelmeket tudni, annak ellenére is, hogy ugye már az első futam után már súllyal mentem, és a harmadik bajnoki futam után 80 kilóval folyamatosan. Ennek mindenféleképp örülök. Az, hogy mit érzek, hogy bajnok vagy, hát igazából őszinte legyek, semmit. Örülök neki természetesen, megyünk tovább, meglátjuk mi lesz. Én mindenféleképp azért örülök ennek a bajnoki címnek, főleg így, hogy nem 52 ponttal, hanem nem tudom, 70-80 pont előnnyel nyertem. Ez jó, de igazából az mutatja a táblázatot, hogy 11 futamgyőzelmem van. Azért ez egy szép teljesítmény, tényleg megállíthatatlan voltál ebben a szezonban BMW-vel. Ha valaki, akkor én tudom. Nekem is meggyőtt veled a bajom. Szeretnék gratulálni még egyszer a bajnoki címethez és a csapat bajnoki címhez egyaránt, úgyhogy ha gondolod, akkor maradj velünk itt az interjú szobában, ha szeretnél, akkor utadra engedünk. Gratulálok neked még egyszer, és hát reméljük, hogy látunk még közeljövőben például a Summer Cup-on, vagy bármely egyéb szérián. Hát akkor át is venném a szót drága kollégámtól. Most ugye a pódiumra nem tudott úgy néz ki a végén fölállni, viszont a pontversenyben a bajnoki második helyezettnek gratulálnék, aki egészen a monzai hétvégéig végig versenyben volt az első a bajnoki címért. Hát értékeld a teljesítményed nekünk, Laci Gabi, nagyon gratulálunk neked, nagyon szép csatákat vívtál azért, és elég sokáig azért versenyben is tudtál maradni itt a bajnoki címért, de most mintha a monzai hétvégén nem találtad volna meg a formát, legalábbis nekem nem úgy tűnt. Üdvözlöm én is a nézőt.
Hát ez a monzai hétvége, ez már a elején tudtam, hogy ez gázos lesz, mert utolsó verseny, nehéz vagyok, a többiek azok nem voltak olyan nehezek, sok újonc jött most így az utolsó két-három versenyre, ugye ők nulla plusz súlyjal indultak, tudtam, hogy nehéz lesz. Igazából még talán nem is olyan rossz ez a negyedik helyén, még ennyit se vártam, főleg, hogy igazából csatáztam elég sokáig ugye a második versenyen a harmadik helyért. Az első versenyen sem voltam annyira lemaradva a dobogóról. Hát az év az nem volt rossz. Tóth Danit azt lehetetlen volt megfogni. Erős volt ez a BMW, ő is nagyon ügyesen ment vele végig. Nem hibázott sajnos. Hát örülök ennek a második helynek azért. Ha úgy veszük, akkor az első kerekes kategóriát megnyertem. Viszont azt nem is kevéssel. Várom már ezt a Summer Cup-ot. Aztán meglátjuk, hogy ott mit tudok nyújtani új játékkal. Tetszett ez az év. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a szervezést. Igazából ennyi. Gratulálunk neked még egyszer, gratulálok neked is, Tóth Dani, nem tudtam még elmondani, és visszaadom a szót akkor kollégámnak. Köszönöm szépen, szeretnék én is gratulálni Laci Gabinak az idei teljesítményéhez, és hát várjuk következő szezonra őt is, én már majd rész 07-tel. És hát fordulnék Móna Attilához, aki ugye második futamon behozta harmadik helyre a Peugeot, illetve az első futamra ugye volt egy kis probléma, megint eltűnt a szerverről. Gyakorlatilag ennek köszönhetően le is csúsztak a csapatdobogóról, viszont egyéni negyedik hely, csapat negyedik hely azért megvan a GMT Racingnek, illetve Molnár Attilának, úgyhogy szia Attila, üdvözöllek! Na hát, neked nem úgy alakult ez ezen, ahogy szerintem így vártad, azért sokáig te is bajnok esélyes voltál, aztán voltak problémák, voltak kihagyások, illetve az utolsó két futamon rendre az első futamon nem tudtál indulni, mert legyünk barátiak, én 60-70 pont mínusz, amit így be lehet ennek talán így tudni, de ettől függetlenül azért a negyediket meg tudtad szerezni. Mesélj egy picit így röviden tömören a szezonodról, illetve erről az utolsó verseny hétvégéről, hogyan készültél rá, mennyire voltál biztos, vagy nem biztos abban, hogy meg lesz ez a harmadik hely egyéni és csapatba? Hát üdvözlöm én is, üdvözlök én is mindenkit, gratulálok Daninak. Hát a szezonról, hát úgy álltam neki, hogy egy elsőkerekes autóval indulok, ami nálam ez teljesítményűen végig eddig, amióta eszemet tudom, hátsó kerekes autóval mentem a szezonokat. Úgyhogy ez egy plusz kihívás volt számomra, hogy végre elindulhatok egy ilyen kemény mezőnyben. Úgyhogy hát végül ez többé-kevésbé sikerült is a jó teljesítmény. Sajnos a végére szerencsétlenségek sorozata összejött, úgyhogy hát ennek nem örültem igazából, mivel a harmadik hely biztos meg lett volna. Sajnálom az Oslo-beni hétvégét, mivel ott nagyon sokat buktam, mivel ott volt egy kilökésem, ha jól emlékszem. Az nagyon plusz kilót is kaptam, ott onnan próbáltam feljönni, aztán az utolsó két hétvégén az első futamon elszálltak az esélyeim. Végül a negyedik helyet sikerült megszereznem. Hát, hogy örülök-e neki, hát mindenki bajnok szeretett volna lenni. Azt szerettem volna, az első én vagyok persze, de hát nem mindig jönnek össze a dolgok úgy, ahogy szeretnénk. Most koncentrálok a Summer Cup-ra, és majd elindulok a tehetségkutatón is, amit most szerveznek a srácok. Aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki abból is. Gratulálok még egyszer mindenkinek, és örültem, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen, mi is gratulunk neked még egyszer, és akkor várunk téged is a következő szezonokra. Na, egyetlen egy emberünk maradt, azt majd szerintem közösen beszélgetünk Tomival vele, nem más, mint Kuti Horváth Csaba, aki megnyerte a monzai második verseny hétvégét, egy hihetetlenül nagy versenyzéssel, illetve a DK-s Racing Team csapatát ezzel gyakorlatilag hozzásegítette a csapat dobogóhoz.
Hát, amit ugye azért az ág is húzott, sőt, az egy kalandos út hozott ideig. Na, hát akkor... Meséld el, hogy Osherslebenben azért a második hely is meglett neki, és meg csak a hőállított első hely hiányzott ebből a bajnokságból számára, amit úgy néz ki, hogy az utolsó futamon a monzai hétvégén sikerült elérnie így. Az utolsó utáni pillanatban becsatlakozott még a futamokra, és megnyerte a másodikat. Úgyhogy, Sini, mesélj te is nekünk erről a szezonról, és az utolsó két versenyedről egy picit bővebben. No, hát, sziasztok, jó estét kívánok! Hát, fú, most egy kicsit keresem a szavakat, mert hiszen régóta vártam erre a pillanatra. Úgyhogy, hát hogy is foglaljam össze, nem is tudom hirtelen mivel kezdjem. Hát talán először kitérek a futamra, hát sikerült utolsó pillanatra beérnem. Hát kicsit még túltengett bennem az adrenalin, ami egy elfékezést eredményezett is. Igen, egész az ötödikig fölkapaszkodtam pedig. Hát benne volt a pakliba a hiba, mivel nagyon nyomtam neki, hiszen matematikai esély volt a csapat dobogóra, és hát utolsó vérig küzdöttem érte Vivalas csapattársammal egyetemben, és hát ugye miután ugye sorozatosan hibáztam, így hát arra játszottam, hogy majd a második futamon talán lecsengett valami. Egyébként zárójelben meg is jegyezném, hogy pont ezen a futamon nem számítottam még csak dobogóra se egyáltalán, hiszen itt mindig történt valami. Aztán a második futamra némi szerencsével is mellém szegődve végül sikerült megnyerni, de rohadt nagy gócca vezettem végig a torkomba, de oldani egy-két másodperc tőlem, hát ez egy rossz mozdulat és vége az egésznek, hát nem volt egyszerű így vezetni. Akinek, ha már szóba említettem, gratulálok mind a világbajnoki, mind a csapatbajnoki egyéni csapat címéhez. Igyekeztem rá figyelni, mivel nem egyszer csatába keveredtem vele ott elől Bánócival, egy ilyen hármas kialakult, aztán ott volt László Gábor is. Hát próbáltam ilyen értelemben úgy nem beleszólni a bajnokságba, hogy közben próbáltam a saját céljaimért is harcolni. Hát végül így sikerült, és hogy összejött a csapat dobogó, hát ki is térnék itt a szezonomra. Hát ez egy nagyon viharvert szezon volt mindannyiunk számára igazából, hol külső, hol pedig szerencsefaktor hatására. Nem egyszer kellett a padlóról felállnunk, mind Szégek Iszlánom, mind Stafinski Danival. Én szeretném megköszönni Vivalasnak is és Daninak is, hogy bizalmat szavaztak nekem. Nagyon jól éreztem magam a csapatban, nagyon nagyszerű embereket ismerhettem meg. Hát mondjuk Stafinski Danival annyit nem beszéltem, de ugye Vivalas személyében napi szinten beszélt, és egy nagyon nagyszerű srácot ismertem meg benne, és összekovácsolódtunk, és hát most meglett a gyümölcs ezzel, hogy még a hogy záró futamon pont én tudtam nyerni, hát ez egy külön a cseresznye a habra, tényleg keresem a szavakat annyi kínlódás és gyötrődés után, hogy most a utolsó két-három futamokra sikerült már-már stabilan menni, de ugye Mányik úron is elfüstölt a motorra a utolsó körbe, ott is az első helyről, Osherslében a győzelmemben ugrott el megint csak, hát most itt vagyunk. Köszönöm szépen a szót, gratulálok még egyszer Tóth Daninak egyéni csapatbajnoki címhez, valamint gratulálok László Gábornak is az ezüstéremhez, és köszöntöm szépen még egyszer a szót. Mi is köszönjük és gratulálunk neked még egyszer, illetve nektek. Gratulálunk mindenkinek, hát igen, Kuti azt nem tudta, amit már tudtunk, hogy a privát bajnokság már rég eldőlt az első futam után, és onnan már csak a csapatbajnokság volt. Azért tiszteletre méltó, hogy így is próbált figyelni, hogy ne akadályoz, ne lökjön ki senkit. Ezt én nagyon becsülöm, úgyhogy gratulálok még egyszer mindenkinek. És igazából várunk mindenkit a további folytatásba is. Ugye lesznek még bajnokságok, lehet még mit megnyerni. Igen, és talán már ott is ott leszünk mi is. Hát igen, ha már így említetted előbb a
privát meg ilyen bajnoki cím sorsát. Hát nehéz volt második futamon még, amellé, hogy megkaptam a nyakamba Tóth Danit, még úgy vezetni mellé pluszba, hogy most nem tudtam, hogy most akkor ezzel megvan, vagy nincs meg a csapatbajnoki. Hát eszeveszettük kellett figyelnem, hogy ne hibázzak még ezek mellett a gondolatok mellett. Tóth Dani kért egy szót, még szeretne egy mondani, úgyhogy át is adnám neki gyors a mikrofont zárás előtt. Bizony, szeretnék gratulálni Sininek, mert nagyon összeszedettem, versenyzett a második futamon, le a kalappa, úgyhogy gratulálok neki. Köszönöm szépen. Na, gratulálunk mi is mindennek, és akkor szerintem zárjuk is le a mai adásunkat. Legközelebb adás egy hét múlva, jövő héten vasárnap 8 órától, az már az SBR VTCC Summer Cup rész 07-es bajnokságunk első fordulója, ugye a négy futamos mini bajnokságról. Természetesen továbbra is lehet még jelentkezni, és lehet bővíteni az eddigi 29 fős listát. Várunk mindenkit szeretettel, nerfaktoros bajnokság pedig egyelőre pihenőre kerül. Későbbiek folyamán erről majd lesz információ, hogy mikor, hogy lesz vele. Köszönöm szépen az interjú alanyoknak, hogy itt voltak, interjút adtak, operatőr kollégámnak az egész szezonos munkáját, illetve hát a kommentátorásoknak itt voltak segítséget. Búcsúznék, további szép estét mindenkinek, kellemes nyarat, sziasztok, találkozunk jövő héten. Jó pihenést. Hello.